Jó napot kívánok! A mai műsorunkban szeretném önöknek megmutatni, hogyan készül a csipkete egy kicsit másképpen. Régi időkben a tartósítás szempontjából úgy csinálták a csipkét, hogy megszárították. De ott van egy ilyen hátulütője, mindjárt mutatom. Ott teli van ilyen pöszmével. Régen úgy csináltak, hogy a csipkét szárították, beletették forró vízbe és főzték fél órát, hogy följön ki a csipke íze. Beletették így edénybe forró vízbe, főforralták, tettek hozzá egy kis gyömbért, ha ízesítették. És félretették és hagyták állni fél napot. Így ebben, hogy a csipke magos C-vitamin tartalma van, így ebben, hogy főforralták, elvesztette a C-vitamin tartalmát. Én ezt az egészet újra gondoltam és megmutatom önöknek, hogy csinálok én csipketeját. Úgy készítem el a csipketeámot, hogy leszedem a friss csipkét, amit egészet összedarálok minden úgy, ahogy van, belerakom kis üvegekbe és kidunsztolom. Itt mindjárt megmutatom önöknek, hogy milyen más effektje van a tejának, így ahogy én készítem. Itt nem kell a csipkét szárítani, minden friss és megmarad a C-vitamin tartalma. Akkor megfogom ezt a ilyen újfajta szűrőedényt, amit French Pressnek hívják. Beleteszem a csipkémet. Ott teszek hozzá egy kis gyömbért. Csipkéhe passzul a gyömbér. És most olyan fölöntöm olyan 70 fokos meleg vízzel. Beletesszük a filtert. És lenyomjuk. És veszik a porrat. Beleöntjük a teánkot is. Lássuk, milyen gyönyörű teát kaptunk, és nem kellett csipkét szárítanunk, hanem tiszta frissen ledaráltuk, és ilyen gyönyörű teát kaptunk, és sokkal finomabb a íze, mint a szárított csipkének, a minden aromája és a vitaminjai benne maradtak. Ezeken a hideg őszi reggeleken ez a tea föltölti önöket vitaminokkal, kortyolgassák, és próbálják ki önök is. Kedves egészségükre!